Egyiptomban voltam, Luxor mellett, az ókori Théba területén, ahol antropológusként dolgoztam egy magyar ásatáson. Az El Hohan nevű dombon dolgozunk, annak déli lejtőjén, a TT-184-es sír körzetében. Találtunk múmiákat, kerámiát, illetve egyéb emberi maradványokat, csontokat, szerves maradványokat, illetve idén előkerült egy balzsamozó edénynek is a töredéke, amiben a mumifikálás során feleslegessé vált gyolcs maradványokat tették az edénybe, és ezt a halott mellé helyezték. Fábián Zoltán Imre 1995 óta kutatja az egyiptomi múltat. László Orsolya antropológus 2011-ben csatlakozott hozzá, amikor az ott lett csontok vizsgálatára felkérést kapott. Az évezredeken át temetkezési helyként szolgáló dombon 200 éven keresztül egészen 2009-ig a halottak közé beférkőzött az élet. Családok költöztek a sírokba, otthonná alakították a gödröket, gyermekek születtek és nőttek fel itt. Théba az kifejezetten egy temetkezési hely volt, egy halotti kultuszhely, ahol nem csak temetkeztek, de az ahhoz kapcsolatos egyéb szertartások, emléke is megtalálhatóak, tehát templomok. Tehát ez egy hosszú évszázadokon, évezredeken átívelő temetkezési hely, és ez mindig visszatérnek ide, egészen a Ptolemaiosz korig, utána pedig az élet veszi át a helyét. A kincseket rejtő falak szegélyezte otthonokban, volt olyan sír, ami istállóként funkcionált, de akadt olyan is, ami konyhaként szolgált. Éppen ezért a több ezer éves múlt emlékei hol rablásnak, hol bolygatásnak voltak kitéve. Nagyon sok csont, cserép a kutatók lábai előtt hevert, és séta közben szinte csak le kellett értük hajolni. Így találtak rá egy 55 év körüli nőre is, aki a mérések szerint csupán 130 cm magas lehetett. Találtunk egy olyan csontvázat, aki az ásatási területnek a felszínén volt szétszóródva, teljesen kitéve a környezet viszontagságainak, és volt rajta egy érdekes patológiai elváltozás, ami alapján össze lehetett párosítani a csontokat. Ez az egyén egy idős nő volt, aki törpenövésű volt. Egyiptomban háromféle mumifikálási módszer létezett. A magyarok által feltárt helyen mindhárom mumia típusból találtak. Orsék a domb déli lejtőjén ásnak. Amikor nincsenek a területen, akkor az egyiptomiak vigyázzák a sírok nyugalmát, biztonságát. Az ásatás alatt folyamatosan jelen van egy egyiptomi régészeti felügyelő is, aki a szakemberek minden mozdulatát ellenőrzi. Annak ellenére, hogy ezeket a sírokat rabolták és fosztogatták, Fábián Zoltánék találtak egy olyan sírt, amit egy földrengés viszonylag korán lezárt, és érintetlenül maradt egy aknában egy kis sarok, amiben ugyanúgy találták meg azt a kis ládikát, amiben uséptiket, ugyan ilyen kis szobrocskákat helyeztek a halott számára, illetve álkanopusz edények voltak elhelyezve a sírban. Az elmúlt időszakban a magyar antropológus szakember több olyan mumiát is talált, melyeknek ugyan a lábrésze pólyába volt betekerve, de a felső része már kicsomagolva, töredezve maradt a sírokban. Ennek az lehetett az oka, hogy annak idején az amuletteket és az értékes tárgyakat a mellkas környékén helyezték el az egyiptomiak, és ezt a fosztogatók is nagyon jól tudták. Ezen a temetkezési helyen főleg magasrangú személyek temetkeztek, ezért nemesi síroknak is hívjuk. A királyok völgye nem messze innen található, tehát egy elég gazdag réteg temetkezett ezekbe a sírokba, és ez a sírokon is látszik, tehát gazdagon díszítettek, gazdag mellékletekkel ellátott temetkezések vannak. A helyiek nagyon szeretik a kutatókat, hiszen ezek az ásatások munkát adnak nekik. Személyes kapcsolat is kialakult a magyar szakemberek és az egyiptomiak között, hiszen vannak olyan segítők, akik évről évre visszatérnek, történeteket mesélve őseikről, kultúrájukról.